Abban bízom, hogy egy jó meccset tudunk játszani. Idegenben soha nem könnyű nyerni, de a csapatunk képes rá. Remélem, hogy ki tudjuk hozni magunkból a legjobbat, és elhozzuk a pontokat Franciaországból. Az első meccsen döntetlent játszottatok. Mit kellene máshogy csinálni, hogy ezúttal győzelem legyen a vége? Nem hinném, hogy sok mindenen változtatni kellene, hiszen a lehetőségeink akkor is megvoltak, de a szerencse nem volt mindig mellettünk. Ha most is képesek leszünk gyorsan játszani, sokat futni és hatékonyan védekezni, akkor nyerhetünk. De ez egy kézilabda meccs, ami mindenképpen nehéz lesz. Mennyire különleges neked egy francia csapat ellen játszani? Játékosként soha nem játszottam a Brestben, tehát ilyen értelemben nincs kapcsolatom velük. Annak viszont örülök, hogy egy kicsit hazalátogathatok, és talán némi francia étel is jut majd. De a csapatom az Eto, a szívem itt van, így nem fontos, hogy francia csapat ellen játszunk, csak nyerni szeretnék. A családod vagy a barátaid kimennek megnézni a meccset? Sajnos nem. Mi Franciaországban Brestet a világ végének hívjuk, mert messze van, a családom pedig délen él, úgyhogy a távolság miatt a szüleim nem tudnak ott lenni.